nagyon jól érzem itt magamat, és őszintén szólva én még régebben voltam egy színjátszó táborban kétszer, ez évente egy hét volt, és én azt nagyon megszerettem, és amikor másodjára voltam ebben a táborban, akkor úgy alakult, hogy nekem korábban kellett eljönnöm, mint hogy a tábor véget ért, és hogy jöttem el, és el kellett mennem, ott kikísért az összes ember, aki ott volt, és engem ez annyira meghatott, és annyira szerettem azt a társaságot, hogy én végig szokottam azt, hogy nekem el kellett jönnöm, és azt érzem, hogy kezdjek ebbe a társaságba is úgy beleszeretni, hogy tudom már most azt, hogy hogyha ez egyszer véget ér, akkor az nagyon rossz lesz nekem. Meg nyilván nem. Na tehát, aki nem volt itt, annak az a kedvéért is, meg a kín volt annak a kedvéért is, elmondom, hogy volt. Jó? Tehát a kezem, az végig így van. Nézzétek? Ez a tartás. Itt ezt a két kis hüvelykújjat, ami rakott szerplankodik, összezárjuk. Tartom, a tenyerem, ez összezárom, és lejjük. Így van, ezt nem eleztem. Figyelj! Jó. Aki már tudja, azt csinálja velem. Ez a... Oké? Nagyon jó. Egy csomóan pontosan másolták. Nagyon pontos. A dolognak van irány, de az egész testem jelzi az irányát, nem csak a kezem.
Megvan? Jó. Még az első próba előtt, hogy milyen lesz a csapat, azonban azóta, tehát az első próbán már meggyőzött arról, hogy a srácok nagyon jó fejek, és mindenki, tehát nagyon tehetségesek is, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól fog sikerülni, a rendezés meg minden nagyon profi, úgyhogy szerintem nagyon király lesz. És tessék! Köszi! Csöndet! Figyelj! És tessék! Na szóval, jelentkezik el a buliban!
milyen utcával mentél a boltba? Ezt nem hiszem el, hogy ebben képes voltál. Na jó, én már most menjen így. Hagyjátok már ezt abban. Kövess, nincs be. Nekem meg ehhez szóval. Köszi. Mit az emünk? Az összetartás jelképezi. A fákunk egymásra törnek, a csapatunkát és a csapatunkának az összetartó erejét jelképezi. A kavicsokból kirakott mancs és a mancs jelkép. A törzsünk évszázados múltjára tekint vissza, mivel legelső törzsfőnökünk úgy alapította ezt a törzset, hogy medvék között nevetnek. Áldást adunk a természetnek, áldást a szellemeknek. És ezt az egészet egy valami tartja össze, ez pedig a mi közös munkánk, amit ezzel a rongyal. Következik körbe, hogy mutassák, hogy mindig létre vagyunk, vagy létre. A tollak pedig a szellemi szabadságot jelképezik, hogy bárki a törzsből szabadon szárnyal. És az a kis papírkók, Az akikkel most így összeálltunk, ezzel tudsz együttműködni, vagy igen, hogy tudsz együttműködni a csapattal? Igen, a srácok nagyon normálisak, hamar megtaláltuk az első, második próbán már megtaláltuk a közös hangot, és így könnyen ment a munka most is, folyamatos munkába könnyen megy. Értem, szóval neked ez nem okoz problémát. Nem. Szóval szombatonként te kikapcsolódni jössz ide? Igen, ez egy élvezet, ami felelősségtudatra és egy emlékekkel teli élvezet. Én nagyon szeretek ide járni. Értem, és munkaként fogod fel ezt az egészet, hogy neked van egy feladatod, amit meg kell csinálnod, és oda kell tenned magad, vagy inkább úgy fogod fel, hogy eljöttök szórakozni ide, de mégis ebből a szórakozásból lesz valami, amit meg lehet mutatni több embernek is. Hát ez olyan 50-50 százalékos, mert azért tényleg oda kell tenni magadat, mert figyelni kell, amit mond a rendező, a próbákon is, de azért el tudunk hülyéskedni a próbákon, a szünetekben is, szóval így szerintem mind a kettő egy kicsit. Királyság. Már az első nap után nagyon jól éreztem magam, mert én azt láttam, hogy egy nagyon jó társaság jött össze, és nagyon örültem, hogy új arcokat ismertem meg, volt olyan is, akit már látásból ismertem, de úgy igazán most ismertem meg őt, és hát egy csomó új ember, egy csomó új arc, és igazándiból mindjárt nagyon szimpatikusak, és nagyon-nagyon tetszik a kialakuló csapatszellem, az egész csapat, és szerintem így egy szép dolgot fogunk összehozni június végére. Egy csapatban vannak, tehát a barátság az egy
otthon, és a... Ennyi, tehát... Én azt bírom a zsocába, hogy fiatal létére elég ügyes a darabokban, és elég jól el tudja játszani a nemecsek szerepét. The waste, this is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. Sziasztok, ez itt a most készülő Pál utcai fiúk darabnak az interjú... Sziasztok, ez itt a készülő Pál utcai fiúk darab interjú sorozatának következő része, ahol Radnó Marcellal fogok beszélgetni. Marci, hogyan kerültél bele ebbe az egész dologba? Hát Szilvi néni szólt nekem, hogy lesz egy ilyen válogatás, és úgy éreztem, hogy el kell jönnöm, mert... Ja. És mik a tapasztalataid eddig a darabbal kapcsolatban, illetve a társaiddal kapcsolatban? Hát szerintem eddig a darab, illetve a társa. Hát a darab eddig nagyon jónak tűnik, hogy nagyon jó lesz. Társaim is nagyon jó fejek, és el lehet velük vigyéskedni. Tehát jó, el lehet velük lenni. És kit kaptál, tehát milyen karaktert fogsz játszani, és mit gondolsz a karakterről? Én a... Richtert kaptam, mint karakter. Forog. Sziasztok, ez itt a most készülő Pál utcai fiúk darab interjú sorozatának következő része, ahol Radnó Marcellal fog beszélgetni. Marci, mit gondol? Marci, hogy kerültél bele ebbe az egész dologba? Szóltak nekem, hogy lesz válogatás, és én úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. És mik az eddigi tapasztalataid a darabban, illetve a társaiddal kapcsolatban? Hát az, hogy a darab az nagyon jó lesz. Jónak érzem. Sok munka lesz még benne. Sziasztok, ez itt a most készülő Pál utcai fiú darabnak a videósorozata, annak is pedig az újabb része, ahol Radnó Marcellal fogok beszélgetni. Marci, hogy kerültél bele ebbe az egész be? Szóltak, hogy lesz válogatás, és én úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. És mi az eddigi tapasztalatod a társakkal, illetve a darabbal kapcsolatban? A darab, én úgy érzem, hogy nagyon jó lesz. Sok munka lesz még vele. A társaimmal kapcsolatban pedig azt, hogy nem ismerjük egymást olyan régóta, de viszont nyíltak vagyunk egymáshoz, és nagyon el lehet velük lenni. Tehát nagyon jó fejek. Köszönöm, Marci, az interjút. Nem sokára. Miért? Nem semmi, nem sokára. Hallod, bárd meg! Jó! Már a faszom lesz! Jó, várjál! Igen! Most. Sziasztok! Köszönjük, Marci, az interjút. Sziasztok! Én azt bírom a Radnó Marciban, ahogyan szépen lassan levetkőzi azt a mérhetetlen határozatlanságát. Meg hogy egy rendes srác. Can't drop all our bets out on the floor now, baby. You are my
És hetedikes voltam, amikor mentünk Angliába. 2009-ben vagy 8-es. Melyik ilyen behúnyi? Hetedikes voltam. És... Jó, most én tudom, hogy csak mondjuk, hogy tudom, hogy csak mondjuk, hogy tudom, tudod is ideje, hogy csak mondjuk, hogy szóval meg vigyázzunk, hogy így buli. És kézzed egy, ültünk egy téren Londonba, megettük a fish and chipsünket, küldte a dobozos kólát. Én arra kérem a dusámban, hogy jó sztorikat tud mondani, és hogy kurva nem, kurva jó arc. Itt vagyunk Nyári Ádámmal. Hello. És Nyári Ádámot a vacsora után kérdezzük éppen. Mondd csak, Ádám, mit ettél? Hát ilyen paprikás krumplit, nagyon finom volt, és kenyeret. Az uborgalában sajnos már elfogyott. És elég sós volt. Hát szerintem még kicsit túl sós is az én ízlésem meg, de amúgy nagyon finom volt. És el tudod képzelni, hogy Kolna is szereti egyébként a paprikás krumplit? Szerintem nagy arsz, úgyhogy biztos. És hát mit tudom én, ha reszelnek bele mondjuk mákot, akkor már nem biztos. És ha tejszínhabot tesznek rá, akkor biztos, hogy nem. Hmm. És még egy egyszerű kérdésem lenne, hogy szerinted mit tesz igazi kung-fu birkózóvá egy tehenet? Hát szerintem igazából a tőgyén múlik minden. Tehát... hogyha a tűgyét eléggé jól tudja forgatni, akkor egy tökéletes kung-fu birkózó tehén. Ó, és tényleg még egy kérdés. Te ilyen kerek, feszes segget szeretsz? Vagy azt a kicsit ilyen fokhagymább, puhább, lazább segget? Hát, nehéz döntés, talán inkább az első, de igazából nem tudok konkrétan válaszolni. Jól van, hát köszönjük szépen. Szerintem ez kiváló volt. Hát szerintem igen. Mert az barátaim, a legjobb barátaim ott vannak. És velük szeretek dolgozni. Most! Bál utcai fiú! 2011! Torcsen Party! Nagyon állam! Kisvánnal szétkapjuk az életet! Előre! Azt bírom a Pazsiban, hogy...
Nem tekerni szerintem. Így telik egy szünet a pálcifűsnek. Mortal Kombat települ. Illegális sarp, hoppá! Itt ülünk Geroldal, itt ül a Geroldal, az én nevem Farkas Bálint. Gerold, hol születtél? Székesfehérváron. És hol laksz jelenleg? Seregesen. És hány éves vagy? 13. Melyik iskolába jársz? A Seregesi Általánosba. Én azt bírom a Bálintban, hogy mindig ott van, amikor kell. Ő az az arc, aki mindig ott van. Ha spanolni kell, ha jól kell érezni magadat, de számíthatsz is rá, amikor, amikor csak lehet. Én azt bírom a Rimbaimban, hogy igazából mindenkit leszar. Tehát teljesen nem érdekli az emberek véleménye, ugye? Kamala Merigécsi lejön 70 fok melegbe, csizmába, azt hittem. Nagyon nagy forma is imádom. Nem tudsz vele rosszba lenni. Nagyon szeretem a Rimbait. It makes me so nervous. We step out them circus, cause them cannot scare us. I know what's them purpose. It makes me so nervous. We step out them circus. Believe that you are one in a million. Don't give up your ring, just the dog defend. Yes, you are one in a million. Never be satisfied with just the minimum. Believe that you are. Én azért bírom a lányos, mert rendkívül vicces és jó fej egyéniség a rendezőkhöz képest, de valahogy jó. Ennyi. Én azt bírom a Dávidban, hogy abszolút egy társasági motor, egy nagyon lelkes, megbízható,
nagy szívű srác, aki a túlzott hiperaktivitásával abszolút építő elem ennek az előadásnak. Dávidot nagyon szeretjük, nagyon kedvelem és szeretem őt. Örülök, hogy a csapathoz tartozik. I know what's them purpose, it makes me so nervous. We step out them circus, cause them cannot scare us. I know what's them purpose, it makes me so nervous. We step out them circus. Believe that you are one in a million. Don't give up your real, just eat up the flame. Yes, you are one in a million. Én a Fekete Gerribe azt bírom, hogy meg tudok vele bármit beszélni a való életben, és a Pál utcai fiúkban remekel. Én azt bírom a Nyári Ádámban, hogy mindenféle játékkal szívesen játszik. Én azt bírom a Szegediben, hogy egy ilyen hatalmas arc, de amikor kell, itt pillanatok alatt így rendet tud teremteni, és mindenki csak pusol és ráfigyel. Szóval egy olyan el tudja élni pillanatokat, hogy mindenki ráfigyeljen és kúsoljon. Én azt bírom a Matyiban, hogy nagyon lelkiismeretesen áll neki a feladatnak, és hogy az élet minden területét ilyen lelkiismeretesen végzi, mindenben él. Tehát egy abszolút egy olyan figura, akire magánéletben is és munkában is mindig lehet számítani. És ez szerintem nagyon hasznos és nagyon fontos tulajdonság. És ez az egyik, ami meghatározza azt, hogy a Matyi egy olyan ember, akit csak szeretne. Szerintem. Ja. Long time I can think straight
And I'm not sure that I like it. It's like a bed and these sheets are new, but when they're taking off, it's like I'm covering you. Cause you are scared when monsters lurk. Wish you could fly away and explode just like a firework. And let's just say for old time's sake, we're bullet really fake. Smile with our accents, but I have to say that this one takes the cake. Are you calling me a liar? Well, I'll show you, you yellow bellied jerk. It'll be like 3, 2, 1, I'm gone. I'm to the great unknown. And for a moment I'll be free until I, you know, explode. Until I'm like one. Jó, de akkor most mondjuk egy újra. De hol laksz, hova jársz? Átlázasan. Ezt már vegyünk újra. Vegyünk újra. Nem veszünk. Nem veszünk. Most kisigapcsoltad. Nem veszünk. Nem veszünk. Nem kapcsoltam ki. Na jó, akkor még valamit kérdez. Ami záró kérdés, nem tudom, hogy mire számít. Itt tudom én valami záró. Jó, fasz kérdezét, tőle az két. Hogy szerinted színvonalasság oldás lesz, hogy valami ilyesmi. Mit szeretne, amit lássa a közösségünk. De egyébként már nem is kellene megkérdezni,